Három adóalapot csökkentő kedvezmény a legnépszerűbb a magyar adózók körében. Ezeket a friss házasok, a családok, valamint súlyos fogyatékkal élők kérhetik. Akik tavaly évközben nem nyilatkoztak ezek igénybevételéről, még pótolhatják. Az első házasok kedvezményét azok érvényesíthetik, akik 2014. december 31-e után kötöttek házasságot, és legalább az egyik fél először házasodott. Ők legfeljebb 24 hónapig házaspáronként havi 5000 forintot kaphatnak, ami egy évre vetítve összesen 31.250 forint. A családi adókedvezményt pedig azok igényelhetik, akik családi pótlikra is jogosultak. Természetesen a családi adókedvezmény még az előző évek adótartalmával érvényesíthető, tehát a 62.501, illetve 2 gyermek után igénybe vehető kedvezményt lehet érvényesíteni, amely ugye körülbelül 10.000 forint kedvezményt jelent gyermekenként, illetve 3 gyerekes esetében ez 33.300 forint kedvezményt jelent gyermekenként. Természetesen a rokkantsági kedvezményt is igénybe lehet venni. Ez a súlyos fogyatékosság után járó kedvezmény visszamenőleg 5 évre is érvényesíthető, tehát hogyha valaki az előző években elfelejtette a bevallásában benyújtani vagy igényelni ezt az adóalap csökkentő kedvezményt, akkor megteheti ezt, hogyha módosítja az előző évi bevallásait is. A rokkantsági kedvezmény 5250 forint volt 2015-ben. Ez azokban a hónapokban jár, amikor az adózó fogyatékossága legalább egy napig fennállt. Az érvényesítésére azonban nem kell orvosi igazolást csatolni, elég mindössze azt megőrizni. Az adóbevallás végső beadási határideje 2016-ban május 20-a. Ez a határidő a kedvezmények érvényesítésére is vonatkozik.